Túl lehet-e adagolni a kutyánál az ásványi anyagokat? Ha igen, akkor mire kell figyelni? Igen. Az ásványi anyagok is túladagolhatók, mint minden más. Vitaminok is, ásványi anyagok is, és energia is, és minden túladagolható. Mindennek megvan a maga következménye. Ásványi anyagoknak a tartós túladagolása az egy olyan helyzetet hoz létre a szervezetben, amely bizonyos anyagoknak a túlkínálatát és bizonyos anyagoknak a ebből következő kiürítését, tehát libikókaszerű kiürítését vonja maga után. A legegyszerűbb és legáltalánosabb példa a kálcium és a foszfornak a libikókaszerű aránya az izületben, illetve a szervezetben. Hogyha a foszfort jelentősen és tartósan, folyamatosan túlkínáljuk, az a kálcium tartalmát, a szervezet kálcium tartalmát fogja kiüresíteni. Ha folyamatosan magasra kínáljuk a kálciumot és nagy mennyiségű kálciumot kínálunk, akkor előbb-utóbb a foszfor hiányos lesz, mert a foszfort fogja kiüríteni. Tehát ez egy libikóka. Ilyen libikóka még számos más ásványi anyaggal is van, amelynek a túlkínálata, bizonyos anyagoknak a túlkínálata az más anyagoknak a kiürítésével együtt jár. Ez veszélyes is lehet. Tehát a tartósan túlkínált ásványi anyagok azok előbb-utóbb veszélyes helyzet elé állítják az állatot, mert hiszen ez tulajdonképpen a csontozatában, a bőr szőr állapotában, az izomnak a körméretében, a vérerek állapotában, a porc anyagainak az összetételében mind megnyilvánulhat. Ezeknek a hibáiban mind megnyilvánulhat. Tehát én azt gondolom, hogy a tartós túletetése az ásványi anyagoknak az bizony nem jó.